A Magyar Falu Program és a Belügyminisztérium pályázatai 100% állami támogatást biztosítanak a pályázóknak, és nem kívánnak nagyobb erőfeszítéseket egy-egy önkormányzattól. Ezzel lehetőséget adva a kis költségvetéssel rendelkező önkormányzatok számára. Ezen pályázatok segítségével készült el a pálya környezete, és kocogókör tudta kialakítani körülötte, melynek szomszédságában egy kondipark is megvalósult, mondta az ünnepélyes átadón Rák József polgármester. Több forrásból tudtuk megvalósítani. Ennek az alapja a belügyminisztériumtól nyert bruttó 20 millió forintos támogatás volt, ami az alapját képezte a beruházásnak. Emellé tehát még önkormányzatunk egy jelentős összeget, hiszen össze kellett vásárolni a területeket, amik szántóföldekért egy gyümölcsös volt, amin megvalósulhatott a beruházás, valamint elfopos pályázatok segítségével készült el a környezete, rekordtámborítású kocogókört tudtunk kialakítani a pálya körül, valamint közvetlen szomszédságában meg tudott valósulni egy kondipark. Azt gondoljuk, hogy így alkot egy kerek egységet ez egész. És úgy érzem, hogy Zemplén és Abaúj kis települései, hiszen 85%-ban kis településekről van szó, ami a választókerületemet illeti, mind-mind igyekeztek pályázni, és most érkezett el egy másfél év után az az időszak, amikor nagyon sok projektet, beruházást adunk át. Ezek 5-től 30 millió forintig lévő beruházások, ami mondjuk a fővárosról nézve nem sokat jelentenek, azonban nekünk, egy olyan önkormányzatnak, ahol 70 millió forint az éves árbevétel, illetve a költségvetés, egy 20-30 millió forintos beruházás nagyon sokat jelent. Stumpf Márta mintegy 50 millió forintot adományozott nagyrészt az iskola felújítására, nagyrészt a gyermekek testi fejlődésének elősegítésére. Az ő segítségével tudott megvalósulni a pályának a világítása is. Nagyon jó érzés, különösen azt látni, hogy hogyan örülnek itt a gyerekek a hátunk mögött. Nem csak a futballpályának örülnek, hanem annak, hogy van egy olyan óvodarendszer, olyan iskolarendszer, amelyik figyel rájuk, és amelyikben jó járni. Tehát én voltam az utolsó felső tagozatos osztály ebben a faluban, a többiek azok már Sárospatakra jártak, tehát ezer szállal kötődöm ahhoz a futballpályához is, aminek a helyén most a gyerekek játszanak, és valóban itt tanult meg a akkori Herceg-úti generáció futballozni, és adta a remény TSSK-nak az utánpótlását, és mindig jó visszajönni. Az ezekhez hasonló beruházások a falvakban élő emberek életét könnyítik meg. Ez esetben a gyermekek és a sport iránt érdeklődők egészséges életmódjához járul hozzá.